A ruha teszi az embert. Ez, a sokszor használt közhely kicsit átalakítva, egy nagyon fontos és aktuális problémára hívja fel a figyelmünket. Az ember teszi a ruhát a szemétbe, és bele se gondol, hogy mekkora problémát okoz ezzel. A 2000-es évek óta 60%-kal több ruhát vásárolunk, de kutatások szerint ruháink felét nem is használjuk. A ruhák gyártása egészen az elkészítéstől az elpusztításig rendkívül környezetszennyező. Az alapanyag gyakran műanyag, amely valami mérgező anyaggal párosul. Az előállított ruhák túlnyomó többsége ugyanúgy a szeméttelepre kerül, mint a többi hulladék. Miután kikerült a természetbe, és esetleg tiszta vízzel érintkezik, visszafordíthatatlan szennyezést okoz az élővilágban. Minden évben 500 000 tonna műanyag mikrorost kerül a tengerbe, ami az élővilág pusztításában nagy szerepet játszik. Kedvenc pulóverünk vagy zoknink, miután kidobtuk, évszázadok alatt bomlik le. Egy pamutpóló elkészítéséhez 2700 liter vízre van szükség, egy farmernadrág elkészítéséhez pedig 3800 literre. Tegyük fel, hogy szeretnél egy új pólót és egy új farmert. Tegyük fel, hogy neked kell összespórolnod elegendő vizet rájuk. Ez azt jelenteni, hogy durván 2 hónapig nem tusolhatnál, nem moshatnád a ruháidat, nem ihatnál, egy szóval egyáltalán nem használhatnál vizet. De mondok nagyobbat. A divatipar minden évben 93 milliárd köbméter ivóvizet használ fel, ami 5 millió ember vízszükségletének kielégítésére lenne alkalmas. A ruhák gyártása a nagyfokú szén-dioxid kibocsátása miatt is iszonyú környezetszennyező. A ruhák elkészítéséhez felhasznált textilek előállítása az egyik legszennyezőbb iparág a Földön, a teljes szén-dioxid kibocsátás 5%-át teszi ki. Ezután az információ áradat után felmerül a kérdés. Mi olyan nagy baj ezzel? A probléma az, hogy ezt a vizet a szomjazó embereknek is adhatnánk, ezt a vizet növények termesztésére is használhatnánk. A kibocsátott szén-dioxid hozzájárul a globális felmelegedéshez, ami szintén a mezőgazdaságot hátráltatja és tönkreteszi földünket. Mit tehetünk ez ellen? Én évek óta turkálóval öltözöm. Olcsóbb, bár nem követi a legújabb divatot, mégis tud stílusos és minőségi lenni. Emellett remek szabadidős elfoglaltság a ruhadzsungelben nadrágok, pólók, pulóverek után vadászni. Ha olykor-olykor turkálóban vásárolsz egy nagy kereskedelmi vállalat boltja helyett, akkor kevésbé támogatod ezeket a ruhaipari cégeket, és ez segíthet abban, hogy kicsit zöldebbé tedd a földet.